Kállai Zsuzsa ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök itt a 6-os csatornán az életvezetési útmutatót látják, én Kállai Zsuzsi vagyok. Hát örömhírrel mondom önöknek, hogy hál' Istennek itt a tavasz nem sokára a hideg napok után, és hát március 21-én, amire egy kicsit még várnunk kell, hát itt lesz az új esztendő, mert hát csillagászati értelemben ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy új évet jegyzünk, és bizony ez az új esztendő, ami ugye hát a tavaszpont, és ilyenkor, tehát innentől számoljuk az zodiákus, mert hát ilyenkor a nap ugye belép a koshavába lassan, és ilyenkor történik az, hogy ilyenkor lépi át a nap, tehát ilyenkor történik az, hogy a nap az egyenlítő meccéspontját eléri. Hogy ez a tavasz kinek mit hoz, ez egy nagyon érdekes dolog lesz, mert hát szaturnuszi év előtt állunk már ilyenkor, és tehát tavaszpont után, és ez a szaturnuszi időszak, ez nem egy könnyű időszak senkinek sem, de hát ugye nézzünk körül, hogy mi folyik a világban, ami ugye hát sajnos, hogy egy olyan probléma, ami hát ugye a pandémia időszaka, és hát meg kell, hogy birkózzunk vele, el kell, hogy tudjuk fogadni azokat a lehetőségeket és azokat a megoldásokat, amik ugye hát megkönnyítik ezt a nehéz helyzeteket, és el kell fogadnunk saját magunkban azt is, hogy változnunk kell az élethez. És változnunk kell bizonyos olyan nem csak magatartás formákhoz is, hanem olyan dolgokkal kapcsolatban, mint például, hát amikor az embernek ugye párkapcsolati problémája van, tehát a saját magunkhoz való beállítódás. Nem tudom, hogy sokan értik-e, amiről beszélek, de viszont az van, hogy egyre több a mostani nehéz helyzetünkben, és hát most már túl vagyunk lassan egy ilyen nehéz éven, remélhetőleg, de ha ezt így folytatjuk, akkor nem hiszem, hogy olyan hű de jó helyzetben leszünk. Nagyon sok a párkapcsolati vita, nagyon sok az olyan nehéz helyzet, amit bizony-bizony meg kell oldani. Fogom folytatni a elbeszélésemet, és hát ugye, hogy felvezettem a műsort, mert ugye a párkapcsolati viták, és fel is egyeztem, hogy a nehézségek az egymáshoz való viszonyulás a mai téma a műsorban, de hát miután a műsor interaktív, én úgy gondoltam, hogy most előbb bejöhetnek a telefonálók, és meg is kérném a kedves kollégákat, hogy adjuk be a telefonszámot, tehát a 269-0386-os telefonszámon lehet telefonálni, és meg lehet kérdezni a műsorban, amit szeretnének, és én közben azért még mindig mondom a magamért, tehát nyugodtan közben lehet szólni, közben lehet telefonálni, mert hát azért is van a műsor, ez azért jött létre, és hát a másik pedig az, hogy ilyenkor, hogy annak az érdekében, hogy hogyan is legyen tovább, mennyi mindenre van szükség, és mennyi mindent kell, hogy tegyünk. Na most az, hogy képesek vagyunk elfogadni azokat a dolgokat saját magunkban és a partnerünkben, mert hát nagyon sok kapcsolat újra éled. Nem tudom, hogy észreveszik-e, de nagyon sok olyan fórum van, és nagyon sok olyan újszerű dolog, amelyben aki egyedülálló és párkapcsolatot szeretne valósítani, vagy pedig ha már ugye a kihűlt kapcsolatát szeretné rendezni, akkor ha már belépett a harmadik, akkor sajnos, de hát előjönnek olyan problémák, amit ugye nem lehet továbbvinni, nem lehet tovább fokozni. Na most nem tudom, hogy ki hogy van vele, de az biztos, hogy ilyenkor egyre jobban nehezedik a helyzet. És jó lenne kitörni ezekből a korlátokból, jó lenne, hogyha az emberek végre ráébrednének arra, hogy hol is a probléma. Hát erre lehetőség van, és
megoldást hoz, például, ha az ember a horoszkópba beletekint, és meglátjuk, hogy mi a megoldás erre. Két embernek az egymásra vetített horoszkópjából kiderül, hogy érdemes-e folytatni tovább, avagy nem. Mert hogyha az ember nem tudja tovább folytatni a kapcsolatot, és egy kihűlt párkapcsolatban kénytelen a napjait tovább szenvedni, akkor én azt hiszem, hogy nem igazán van értelme tovább csinálni. És ez egy külön kérdés sorozat, mert egyáltalán nem értem, hogy nagyon sokan miért is szenvedik be magukat ebbe a kapcsolatba, és hát amikor már bedől egy kapcsolat, bedől egy házasság, akkor valójában nincs sok értelme annak, hogy tovább folytassuk ezeket a nehéz időszakokat. Nagyon sokan hajlamosak arra, hogy ugye egy kapcsolatból úgy lépjenek ki, hogy elvarratlan szálak vannak, és ugye, amikor már család van, gyerekek vannak, ott a baj. Itt a legelső kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, ön van a műsorban. Jó estét kívánok, Zsuzsika. Én és a lányom és a vejem után érdeklődnék a párkapcsolatuk. Hát... Nem tudom, hogy kivel beszélek, egy nevet kérek szépen. Ja, én Julianna vagyok. Igen. És mikor született a kedves lánya? 1982. március 27. Igen. Hú-hú. És mikor született a veje? Párja. A párja. 1964. február 20. Na most az a problémám, hogyha még két keresztnevet mond hozzá, akkor igen, nagyon boldog leszek, mert akkor könnyebben indulok el. Judit, a lányom. Igen. És a vejem Mihály. Aha. Na most kérem szépen, nagyon érdekes a kapcsolat, tehát azért annak ellenére mégiscsak miután közös a sors, és közös olyan dolgok vannak, hát itt van a kedves veje, aki ugye február 20-án született. Nem szeretem, amikor a vízöntő, tehát egy ilyen vízöntő holdról van szó, mert február 20-a, az még mindig a vízöntőben van, mert február 21-től beszélünk a halak jegyéről. Na most nagyon meggyengíti ezt az úriembert a holdnak a behatása. Egy kicsit labilissá teszi. Annak ellenére kérem szépen, hogy ez a kapcsolat egy sorszerű dolog, és egy sorszerű kapcsolat, nem tudnám azt ígérni önnek, hogy teljes végig leélik az életüket. Tehát felüti a fejét némileg probléma. Mennyi ideje házasok, ha szabad kérdezni? 21 éve. Az a helyzet, hogy láttam én már olyat, hogy 30 év után is elváltak. Hát persze, most a lányom épp, vagy éppen úgy állnak, azért kérdezem. Hát most, igen. Mit lát Zsuzsika? Nem látom tartósnak a kapcsolatot. Uh-huh. Félpályás tengelyről van szó, és ebben az esetben, amikor, tehát ha szakszavakkal szeretném megmagyarázni, akkor egy ilyen állásnál, amikor kevés az a momentum, amivel én meg tudnám önnek magyarázni, tehát amivel lehet látni, hogy abszolút teljesen egy előző életből lehozott kapcsolat, ez egy feladat. Ez egy mostani élet sors program feladat. Nézze, megy egy darabig, és utána pedig megszűnik ez a kapcsolat. Egy fél életet szoktak leélni ebben a konstellációban, ha én ilyet látok, és sajnos, hogy azt lehet látni, hogy leküzdködték az életüket, nagyon sok minden. Tehát annyi energiát belefektettek ebbe a kapcsolatba, hogy ezzel az energiával, jó, hogy véletlen nincs, de nagyon sok mást is meg lehetett volna oldani. Tehát ezt a problémát így nagyon nehéz kezelni. Nem tudom miért, de szóval az ön kedves lánya, aki ugye egy március 27-ei, és igen, hát ilyenkor azért, tehát nem igazán hinném, hogy itt ebből lesz valami. Nem maradnak együtt. Nézze, annyit tudok önnek mondani, hogy a kedves lányának miután minden anya elfogult a saját gyerekével, és én ezt tökéletesen megértem, nem igazán, tehát egyedül létre utaló bolygója nincs.
Ha bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik. Tehát el fog jönni az a korszak, amikor egy ilyen időszak után, tehát benne van a költözés az életében, benne van ebben az évében a változás a kedves lányának, de hát ha egyszer az élet így hozza, akkor nem véletlenül hozza így. És még lenne kedves megnézni a fiamékat? Nagyon szívesen, de hagyjunk azért mást is szóhoz jutni. Tessék igen. Szíves lenni mondani, gyorsan megpróbálok rá válaszolni. 1986. január 9. Igen. László, a fiam. Mert 1986. január 9. Igen. A párja 1987. Igen. Augusztus 9. Hát kérem szépen, hogy hívják a kedves párját a fiát? Jeanette, jaj, de gyönyörű név. Miután hátulzárt kapcsolatot látnék, annak ellenére, hogy a feleségének nem tudom, hogy miért látom az életében ezt a sok jövés menést, tehát utazásokban általában ez egy sorszerű dolog nála, hogy szerencsés tud lenni. De annak ellenére egy eléggé harcias, erős oroszlán. Igen. És ugyanakkor pedig a kedves fia, akiről szó van, az pedig egy Vénusz behatással megáldott. Egy olyan bak, aki eléggé visszafogottan harcol. Tehát eléggé, tehát egy kicsit hajlamos arra, hogy magányos legyen, nehezen mutatja ki az érzelmeit. És miután azért a két ember noha nem mindig jön ki egymással, de hátulzárt kapcsolatnál nem tudom azt mondani, hogy nem éli le az életét vele. Uh-huh. Jó? Tehát jó. Nem könnyű a kapcsolat, nem zökkenésmentes, de annak ellenére azért nem tudnak egymás nélkül meglenni, mert azért az Uránusz és a Szaturnusz állása, tehát azért mind a kettőnél egy kicsit benne van az, hogy se veled, se nélküled, de aztán a végén mégiscsak együtt éljük le az életüket. Az, hogy családjuk lesz, vagy... Kérem szépen, ez egy bonyolult dolog, ebbe, ha megengedi, akkor később próbálok belemenni, mert akkor el tudnám még húzni önnel a beszélgetést, de hagyjunk mást is szóhoz jutni. Jó? Jó, köszönöm szépen. Elképzelhető, hogy igen, de arra még egy kicsit várni kell. Jó? Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy hívott, és haladjunk tovább. Tehát annak ellenére, hogy ilyen nehéz helyzetekben vagyunk, és annak ellenére, nyugodtan lehet közbe hívni, hogy sajnos, hogy ugye megoldandó dolgaink vannak, ami nem csak az egészségünkkel kapcsolatos, hanem a lelki egészségünkkel is kapcsolatos, mert ha a lelkünk rendben van, akkor egyszerűen erősebbé válunk, nagyobb a védekezési készségünk, képességünk, tehát sokkal jobban működünk. Teljesen más immunrendszert tudunk saját magunkból kiváltani, vagyis hát kisajtolni, és sokkal könnyebben tudjuk átugrani azokat a nehéz helyzeteket, amiket így a sors ad az életünkben, és hát nem véletlenül. Na most megakadályozni azokat a problémákat két ember között, amikor például megismerkednek, és megpróbálnak egy párt alkotni, akkor ott csúsznak el általában, és ott jönnek elő a problémák, hogy teljesen ismeretlenül fogják magukat, és egyszerűen összejönnek, nem gondolkodnak tovább, és egy olyan kapcsolatot próbálnak kialakítani, ami egy meggondolatlan kapcsolat. Nagyon sok esetben. És előadódhat olyan is, amikor olyan nehézségek tárulkoznak ki, de az már az együttérés során tud kialakulni, amire nem is számítottak. És ez pontosan, higgyék el nekem, miért is van. Azért van, mert nem ismerik egymást, hanem meggondolatlanul belelépnek egy kapcsolatban, de viszont nem adnak teret egymás megismerésének. Tehát az a helyzet, hogy a mostani világban ez nagyon divattá vált, és nem mindig jó, hogyha ilyen hamar hoznak létre
olyan kapcsolatokat, és úgy hozzák létre a kapcsolatokat, hogy nem adnak teret egymásnak, hogy megismerjék egymást. És pontosan a későbbiek során tudnak kibukni olyan problémák ebből a helyzetből, amelyek megoldhatatlanná válnak, és ez miatt ugye elsiklik egy kapcsolat, és meggondolatlan helyzetek alakulnak ki, aminek a hátulütője nem csak az, hogy párkapcsolatilag jönnek elő nehéz gondok benne, hanem ugye kijönnek benne anyagilag, családilag, és még sorolhatnám, hogy mennyi ilyen fordul, tehát mennyi vetülete van ennek az egésznek. Na most az, hogy karmikus kapcsolatoknál, amikor ugye nem véletlenül jövünk össze valakivel, és nem véletlenül történnek meg az életünkben az események, mert hát véletlen az, valljuk be őszintén, hogy nem igazán van, akkor tud még bekapcsolódni olyan probléma, hogy miután már belesiklottunk egy olyan nehézségbe, hogy az előző kapcsolataink ugye megromlottak, és sajnos, hogy ugye abból indulunk ki, akkor nehezebben ismerjük fel annak a másik kapcsolatnak még a jó oldalát is. Mert saját magunkban nem lejjük fel azokat a negatív helyzeteket, vagyis ha fel is lejjük, akkor se ismerjük fel, hogy abban a régi helyzetben mi hogyan viselkedtünk, és hogy a következő kapcsolatban nehogy ugyanazt a hibát elkövessük. Gondolom, önök is jártak már így, akinek esetleg olyan párkapcsolati problémája van, ami nem egy olyan könnyű eset, és újra kezdte ugyanaz életét, de fél abba, és fél attól, hogy ugyanabban a kátyúba fog belezuhanni. Tehát pontosan ezért kell egy kicsit megállt parancsolni saját magunknak, és miután az élet most egy kicsit tényleg megállt parancsolt nekünk, tehát nem csak más területeken, de egyébként is muszáj felismerni. Itt a következő kedves hívó, akit szeretettel fogadok. Jó estét kívánok! Szeretném a lányomnak érdeklődni. Nagyon szívesen, de nyugodtan, bátran szóljon bele a telefonba. Kivel beszélek? Iccával, és a lányomról szeretnék érdeklődni. Nagyon szívesen. Tímának hívják. Még egyszer kérném a nevét? Tímea. Igen. 1978, május 29. Hát, azt már meg sem merem kérdezni, hogy... Tulajdonképpen, hogy nagyon szeretne gyermeket, de nem jön össze már három elmet neki, hogy lesz neki, vagy közeljövőbe. Na most az a helyzet, hogy benne van a képletben, hogy veszteség. Igen. És ezt így el nekem, nem azért mondom, mert most ön az előbbi említett nekem ilyet, mert az ön kedves lányának, tehát látom a képletében, hogy volt külföldi utazás, volt jövésmenés. Ott van, igen, külföldön. Tehát látható, hogy egy annyira mozgékony valaki, aki tehát egyszerűen nem is az a típus, aki egy helyben van. Tehát egy kommunikatív, teljesen... jó beszélőkéje van, teljesen eléggé, hogy mondjam, tehát abszolút tevékeny ember, egy pörgős valaki. Na most az van, hogy ugyanakkor 29-i születésnappal, ami egy mesterszámot mutat, mert ugye, hogyha lebontjuk, akkor a mesterszám az általában az, hogy mindig helyre hozza magát. Tehát annak ellenére, hogy előjönnek a problémák a magánéletében, mindig megpróbál helyreállni, mindig megpróbál talpra állni ebből a nehéz helyzetből, és hát ugyanakkor ugye a párkapcsolatok és magában az egész érzelmi oldalán, hát a holdnak egy olyan sajnos negatív behatását éli át, ami mutatja nála a veszteséget. Na most van egy sor lelki része a dolognak, és van egy sor fizikai része a dolognak, vagyis orvosi része a dolognak. Nem tudom, hogy megkérdezték-e már, tehát részt vette olyan vizsgálatokon, ami alá támaszza, hogy ez miért is történt? Hát
részt vett, de semmit, minden rendben van. Értem. Na most az van, hogy májustól elkezdődik nála egy olyan korszak, amikor ha minden rendben van, és a partnerével is minden rendben van, adja az Isten, akkor egy eléggé optimális időszakot látok. De ez az egy év az, ami most nagyon jól fog nála alakulni. Tehát ezt merem mondani, hogy ez egy eléggé jó időszaka. És ilyenkor majd olyan tavasz-nyár fele lehet látni, hogy megerősödik egy kicsit, tehát akkor, ahogy a nap kisüt, érti? Tehát ahogy a fény, több fény, fényt kap, akkor ő is egy kicsit testileg, lelkileg megerősödik, és látni lehet, hogy akkor ő sokkal erőteljesebb lesz, és mindenféle szinten egy kicsit más érzelmekkel megáldott lesz. Nézze, ezt így nehéz megmondani, de az biztos, hogy a veszteség az benne van az életében. De... És az nem látszik, hogy azért lesz neki gyermeke? Kérem szépen, nem tudom, mert a genetikai vizsgálatot elvégezték nála, volt már ilyen? Igen, voltak. Semmi problémája nincs. Hát hála jó Istennek, de miután az asztrológia és a numerológia tendenciákra épül. Na most a tendencia az általában egy olyan dolog, hogy az ember, amikor lát valamit, és lehetőségeket mondunk, akkor az olyan 75% megvalósulás, és 25% a szabad akarat. Tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a következő időszakában szerencsés lehet ebben. Jó, tehát azért érdemes még próbálkozni, nem szabad elveszteni a reményt. Ha orvosilag nem támasztották alá, hogy nem, és átesett genetikai vizsgálatom, mert az már nem az én feladatom, akkor miért is ne? Akkor miért is ne? És egyébként az életében valami olyasmit, amit lát, és amit ön... Nézze, annyi van, hogy... Eléggé érdekes egyéniség, ahogy elnézem. Ha meg szabad kérdezni, hol él? Németországban. Hát lehet látni a képletben, hogy amit áttér, tehát egy nagyon érdekes egyéniség, nagyon lelki beállított, nagy a lelki átérzőkészsége, nagy a lelki beállítottsága nála. Tehát nagyon sok minden az érzelmekről és a lelki szintről szól nála. Én úgy gondolom, hogy azért előző életből kiadóan és a jelenlegi feladata, amit ő be kell, hogy teljesítsen, az hál' Istennek azért én úgy gondolom, hogy ezt meg fogja tudni még ebben az életében valósítani. Jó? Jó. Ne keseredjen el. Ne keseredjenek el, mert nincs értelme és nem szabad. Amikor itt lesz az ideje, akkor az a baba is meg fog érkezni. Haladjunk tovább, de hát nem is tudom, hogy érdemes-e valakit még bekapcsolni, ha valaki itt várakozik, mert 2 perc van vissza a műsorból, de ha valaki még itt van, akkor azt még gyorsan tudnám fogadni, ha esetleg valakit még érdekel, hogy mi fog történni vele. De a következő műsoromnak addig gyorsan elmondom, hogy nagyon érdekes lesz a témája, mert olyan kapcsolatokról lesz szó, amit most ebben a műsorban nem tudtam megbeszélni önökkel, és méghozzá olyan kapcsolatokról, amikor 2 ember nem élhet egymás nélkül, de viszont egymással sem megy. Tehát együttélés, ami nagyon nehéz, és az úgynevezett se veled, se nélküled kapcsolat. Na, ilyenkor mit kell csinálni? Beszéljük meg a jövő héten, nézzék meg az ismétléseket is, és várok mindenkit nagyon nagy szeretettel. És köszönöm, hogy velem voltak, és remélem, hogy egy hét múlva olyan emberek fognak engem felhívni telefonon, akik pontosan ilyen kapcsolatot szenvednek át. Mert ha belegondolunk, akkor az asztrológiai képletben pontosan lehet látni, hogy az Uránusz és a Szaturnusznak a kötődése megmutatja, pláne egy numeroszkópban, hogy melyek azok
az egyének, tehát vagyis hogy alakul azoknak az egyéneknek, akiknél ilyen bolygó behatás van a kapcsolatuk, mert hát bizony nagyon nehéz az Uránusznak és a Szaturnusznak a kapcsolódása, mert vonzák is egymást, de ugyanakkor taszítsák is. De hogy az Uránusz szabadságérzete és a Szaturnusznak a földies kötődése miért is mutatja ezt? És hogyan is lehet ezt átélni? Hogyan is lehet ezt kellemesen megélni? Azt megbeszéljük a jövő héten. Tehát tartsanak velem, várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, és mindenkinek minden jót kívánok. Vigyázzanak magukra. Minden jót kívánok. Kállai Zsuzsa ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.